Egy város kisközösségek sokaságára épül, így Dunaharaszti is, akár különböző értékrendek mentén alkotva összetartó egységet. Ez a lokálpatriotizmus, melynek egyik alapköve sokak számára a hit. Most Dunaharaszti legrégebbi keresztény közösségeit kérdezem arról, hogy miként kovácsolhatja egyé a városi lét az embereket. Lokálpatrióták vagyunk, és mint legfiatalabb történelmi egyház 1930-as években kezdtük itt a pályafutásunkat. Azóta töretlenül jelen vagyunk a város életében. Érdekes, ez a mi közösségünk most szociológiai értelemben abban a fázisban van, amikor egyre jobban örülünk egymásnak. Amikor ilyen feszültségek vannak, hogy nekem már megint csak pótszék jutott. És ez nagyon kellemes dolog. Egészen biztos, hogy nem lesz az a karácsonyunk, meg az az adventünk, ami szokott lenni. De hát meg kell tanulni együtt élni különböző terhekkel és nehézségekkel. Az bizonyos, hogy az ünnepeink azok maradnak, akkor is, ha talán nem közösségben, akkor is, hogyha nem ugyanúgy, mint ahogy szoktuk, de egy biztos, és ez a hitünk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha egy település városi rangot kap és városként működik, az sok-sok lehetőséget kínál a szolgálatra. Ezért felelősség is, mivel mi tudjuk, hogy a létünk egyfajta küldetés, ezáltal meg tudjuk találni azokat a helyzeteket, szituációkat, összefüggéseket, amelyekben felismerhetjük a szerepünket a társadalmi szerepvállalásokán is, és ezért ezt keressük is egyébként, hogy hasznára, a közjó szolgálatára lehessünk. Azt gondolom, hogy miközben várjuk a múltunkat, hogy utolérjen bennünket, és összhangba kerüljön a jelenünkkel, előre tekintünk és reménykedünk a jövőbe figyelve is, a jövőbe tekintve, hogy az az Úr, aki elhívott bennünket, az meg tudjon szólítani advent idején. Erre várunk, hogy az életünk összhangban legyen a belső renddel is, és azzal a külső renddel is, amelyet meg akarunk teremteni a közösség számára és a település számára is, ha ez a feladatunk. Egyszer készítettünk egy fölmérést az itt élők körében, és a felmérésben azt a választ kaptuk, hogy az itt élők szeretnek Dunaharasztiban lakni. És ezt a választ végiggondolva arra megállapításra jutottunk, hogy ebben semmi extra nincsen. Haraszti egy nagyon-nagyon jó hely, és a Dunaharaszti Református Gyülekezetként is szeretünk itt lenni, itt szolgálni, és a gyülekezeti tagjaink is nyilván azért költöztek ki ide Dunaharasztira Budapestről, mert a budapesti lét, annak a nagyvárosnak a forgataga, a sűrűsége az túl sok volt. Nem gondolom, hogy Budapest elszívná az itt élőket a benti gyülekezetek felé, hanem talán még inkább az ellenkezője az igaz, hogy a budapestiek is szívesebben jönnek ki az agglomerációba, és tapasztalják meg ezt a, azt mondom, hogy emberarcúbb létet. Úgyhogy nagyon szeretünk mi Dunaharasztiban lenni, szolgálni. Nem oly rég vagyok a közösségnek a tagja, de András atya elmondásából és a magam egyéves tapasztalatából mondhatom, hogy bármennyire városi titulusban van Dunaharaszti, a maga bensőségét vagy ezt az intimitását, ami jellemző egy falu közösségre is, az egyházközségeink hordozzák, tehát nincs személytelenség az egyházközségben, mint mondjuk más nagyvárosban. Úgy érzem, hogy valóban egy krisztusi közösség, egy összetartó közösség, akik ismerik egymást, és nagyon jó tapasztalat, ami városra nem jellemző sok helyen, hogyha valaki hiányzik a templomunkból, akkor a hívek felkeresik egymást, és érdeklődnek egymás iránt, hogy valami baj van, azért nincsen itt a közösségben. Mindenki megtalálhatja most a saját benső bezárt közegében azt, ami igazán fontos számára, vagy igazán fejlődnie kell számára. Azt mondtam a híveknek, hogy 2000 évvel ezelőtt sem volt másképp. Voltak gonosz emberek, voltak jó szándékúak, törekvőek, ott volt a lepra, mint betegség akkor. Jézus abba a világba beleszületett, és most újra ebbe a mi beteg, olykor beteg, vagy reménytelen világunkba is meg akar születni.